Na, megjött a két Dani is, ketten mennek haza. Itt van Bélán, és extra hosszan egész a dupláig elmegyünk Kentre. Két Dani itt van, jó. Megy haza Claudia és Sampika, megreggeliznek a fiúk, lányok. Tehát, mint mondtam, van még három öreg. Bocsánat, négy, mert a Redi is. A Redinek megvan a lovasa. Van még három öreg, és a többi az mint Csikó. Így van. Előbbi videómban nem fejeztem be a liba mellett. Igen, rájöttem, nem tudom, miért mondják a libacomb jobb. Várom a kettőt, azt reggeliznek. Megyek hozzád. Hát be most mentek be. Két Dani. De akkora csont van rajta, pláne ez valami jó minőségű liba. Nem ilyen izé, hogy megrágod a csontját, ez nem bírod, olyan, mint a beton. De valahogy nekem a liba comb, az marha nagy csont, azok a inak, hogy a liba mell színtiszta. És a gyönyörű bőr ott fölsz, nem tudom. Jóval drágább is, de mondják liba comb, de nem biztos, hogy liba comb. Párolt káposzta, ugye, köménnyel szépen. Na igen, és mit csinál, mit találtam ki. Tehát megvan a cukor, ugye, cukor meg karamellizálod, így van, káposzta, és nem vizet rakok alá, ám bár egy pici vizet alárakok, hanem a libának a zsírját. És abba párolódik. Pervers dolog, szerintem nagyon jó, ami a liba is a saját zsírjába párolódik, illetve csül. Jó sok zsírt enged, de nagyon jó, isteni finom. Hát, majdnem citromsárga, már azt hiszem, hogy színezékes, de nem, inném. A zsír az biztos nem, hogy maga, nem tudom. Nagyon, olyan illata, olyan íze van, hogy szerintem ez originál nagyon jó. És rárakom, amikor szépen párolódik a káposzta, kimerítek ugye a edényből, ahol sül a liba, és abból a zsírból rakok rá a tetejére, és a szépen így ráolvad, és abba párolódik. Isteni! Isteni! Tehát lila káposzta, ugye kis ecet, rajta karamellizált cukor, pindurka víz, és igazából a liba zsírba párolt lila káposzta. És nem szabad túlsütni, az a baj néha, hogy túlsütöm ezeket a húsikat, tehát nincs az a érzékem. Így van. De nem sütöm, isteni. Isteni, ahogy vágod az a színtiszta húsi fölül a bőr, kis zsírréteg, egy picike, és a színtiszta hús. Úgyhogy hazamegyek, csülkös babom van, ezt csinálom is. Érkeznek is Béláink, két Danival, egyenlőre szépen el vannak. És egész a dupláig elkentréznek. Igen, mert pofázok itt ilyen főzésről, sütésről. Nem tudok sütni. Hát azt mondom, nem tudok sütni. Tehát az egy női kéz érzékes kell, nem bántam a fiú, biztos sok fiú tud. Az nem azt jelenti, hogy én nem tudok, akkor többi fiú se. Dupláig! Mindegy, én csak akkor magamnak mondom, nem bántok senkit, hogy női kéz, női érzék, érzék ahhoz, ablakpucolás. Nem bírok ablakot pucolni, lányok azok, bár már jönnének ablakot pucolni, jó lenne. Igen, mosás, Istenem, úgy figyelek. Ajajajaj, szóval ezek ilyen nem nekem való dolgok, de mindegy, rá vagyok kényszerülve, de azért általában jó sikerül. Azért grill csirkét is ugye bedobom, azt is meg szoktam csinálni. Ez is azért úgy általában jó sikerül, ne süssem túl. Most már nagyon odafigyelek. De egy isteni falat káposztával. Bedobok még, tudom, hogy kinek, ki kedvéért, bedobok még hozzá egy-két ilyen gyönyörű rózsaszín krumplim van. Pont tudtam spórolni, vettem 6 szemet. Ez a közép nagyot, abban beledobok egy hármat a vége felé, az jó megpárolódik, és meg is sül a libával. Ó, gyerekek, nincs miről beszélni. Na jó, megvárom, még ide ér ez a kettő, aztán Béla Redike, kimegyek egy jéger, és akkor folytatjuk.